Július végén kezdődött a Jókai utca felújítása a Köztársaság és a Puskaporos utca közötti részen. A felszíni vízelvezető árkok mederlapjait szedték ki elsőként, majd megbontották azokat a kapubejárókat, amelyek az előre gyártott nyílt folyókák lebetonozásának útjában voltak. A kivitelező Flaster Kft. Munkatársai természetesen minden megbontott kapubejárót visszaépítenek. A felújítás az utca kiszintezésével folytatódik, a meglévő rosszborítást felmarják, majd leterítik az új aszfalt réteget. A felújítás költségeit a város állja. Előreláthatóan, ha az időjárás is kegyes lesz és minden ütemterv szerint tud haladni, szeptember 6-áig, azaz 3 hét múlva végeznek. A felújítással érintett szakaszokat időszakosan és ideiglenesen teljes szélességében lezárják. Az önkormányzat és a kivitelező kéri a közlekedőket, hogy kerüljék el a környéket, illetve fokozott figyelemmel haladjanak.